Korábban legfeljebb egyedi esetek fordultak elő, most azonban globális problémát okoz az elektronikai alkatrészek hiánya az autóiparban. A digitális oktatás és az online munkavégzési formák elterjedése miatt is megnőtt a kereslet a félvezető komponensek iránt, így az elektronikai ellátóláncban fennakadások alakultak ki. Van olyan autógyár, ahol rövidített munkaidőre váltottak át, de olyan is, ahol le kellett állni a termeléssel, ez pedig a beszállítók munkájára is hatással van, kevesebb ugyanis a megrendelésük. Kezdődik ilyen rövid távú lemondások, amikor látja, hogy az autógyár, hogy valakitől nem kapja meg az elektronikát, akkor tőlünk már nem kéri a bőrözött alkatrészt se, illetve olyan is van, ahol mi szállítunk elektronikát, és nekünk vannak most ellátási nehézségeink. Ez is egy nagyon kicsi rész még, százalékosan jelentéktelen is, viszont nem tudom, mennyire fog ez begyűrűzni. Van, ahol ez a hiány hosszabb leállásokat, és szakértők szerint 10-20%-os visszaesést okozhat. Az ügyvezető szerint az Iceman-nál azonban csak 4-5 hetes kieséssel és mintegy 2-3%-os termelés csökkenéssel számolnak, nagyjából február végéig. A nyíregyházi üzem legnagyobb beruházása egyébként az új gyártócsarnok megépítése volt a közelmúltban, és bár a járvány okozta leállások őket is hátrányosan érintették, 2020 kedvezőben alakult számukra, mint azt a tavaszi hullám után becsülték. Viszonylag sikeres lesz az évünk, ugyan lett egy 20%-os visszaesés, de azért tudtuk teljesíteni nagyjából a elvárásokat, vagy a terveinket, a létszámot meg tudtuk őrizni, tovább tudtunk fejlődni, tehát még az az év elviselhető volt, aztán most abba bizakodunk, hogy ez nem tart még egy évig, mert az már mindenki számára nehéz lenne így dolgozni. Az igazgató kérdésünkre elárulta, noha a csarnoképítéshez hasonló volumenű beruházásra idén nem kerül sor, új felfutó projektek a folytatásban is indulnak a cégnél.